Ben fogták el február elején az osztrák rendőrök a román válogatott kézilabdázó Marián Kozma meggyilkolásának két gyanúsítottját. Olaszország felé tartottak. A most meggyanúsított férfi és nő segíthetett nekik a szökésben. A Marián Kozma is két társa sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt indult nyomozásban. Két főt vettek őrizetben. Egy budapesti férfiról és egy budapesti nőről van szó. Mindkettőjüket bűnpártolással gyanúsítjuk. A szökés szervező férfit előzetes letartóztatásba helyezték, a nő szabadlábon védekezhet. A Népszabadság szerint a bűnpártolással meggyanúsított nő vezette Ausztriában azt az autót, amelyben Németh Győző és Rafael Sándor utazott. Egyikük ügyvédje azt mondta, Védence nem volt szökésben. A rendőrség álláspontja szerint szökés volt az, hogy ők Ausztriába távoztak, ahol letartóztatták őket. Minden esetre merőben szokatlan, hogy valakit bűnpártolásért, amely nem egy különösebben súlyosan büntetendő bűncselekmény, előzetes letartóztatásba helyezzenek. Marián Kozmát február elején késelték halálra Veszprém belvárosában egy bár előtt. Az éjjeli verekedésben még két kézilabdázó, a horvát Iván Pešić és a szerb Žarko Šešum is életveszélyesen megsérült. Eddig összesen 7 ember gyanúsítottak meg azzal, hogy köze lehetett a gyilkossághoz.